Nehéz szavakba önteni azt, amit látunk, és főleg amit most érzünk, hiszen a Kecskeméti Városháza végre elkészült. Nem csak megújult, hanem ez az ország és a Kárpát-medence legszebb szecessziós ikonja lett, ikonjává vált. Eddig csak a terveken létezett így, ebben a formában. A történelem valahogyan mindig megakadályozott bennünket abban, hogy úgy álljon itt, Kecskemét tágabb értelemben, pedig az ország mértani közepén, ahogyan egykoron elődeink megálmodták. Ma egy évszázados álom válik valóra, és ezt az álmot mi kecskemétiek teljesítettük, van mire büszkék lennünk, nem is kicsit. Az elmúlt 7 év kemény munkájának gyümölcsét szüretelhetjük, ünnepélyesen is átadhatjuk, és most már teljesen birtokba vehetjük az épületet. Idézzük fel egy kicsit, hogy honnan is indultunk. 2015. január 14-én Kecskemétet hatalmas megtiszteltetés érte, hiszen a vidéki városok közül elsőként mi lehettünk az egyik kormányzati székhely. Az Agrár- és Vidékfejlesztési Államtitkárság új központja, ami megerősítette városunkat és régió központi szerepét. És ott említettem a megnyitó beszédemben, hogy az államtitkárság tulajdonképpen egy kapuja annak a városfejlesztési területnek és koncepciónak, ahol a következő években egy hazai, modern, kiválósági központot és várost építünk. És mi lett ennek az eredménye? Kecskemétiek megint egy új impulzust adtak Magyarország kormányának, és miniszterelnök úr rá pár hónapra bejelentette a Modern Városok programját, és 2016-ban egy februári napon meg is érkezett hozzánk Orbán Viktor miniszterelnök úr és kormányzati delegációja. Lázár János miniszter úr, a delegáció vezetője, a szolgálati bejáraton érkezett, hiszen a tőle megszokott módon nem protokoll látogatást tett, hanem egy kőkemény tárgyalásra érkezett. Az ország vezetői joggal várták el tőlünk, városvezetőktől, hogy megvédjük a Modern Városok programjába beadott igényeinket, álmainkat, és érveljünk a fejlesztések létjogosultsága mellett. A több mint 2 órás megbeszélés eredményeként elfogadott egy fejlesztési csomagot a kormányzat, és így miniszterelnök úr jelentette be a kecskemétieknek ezt a fejlesztési csomagot. Ekkor érezhettük először, hogy kedvenc városházánk is a befejezése, annak befejezése végre a valósággá válhat. A beruházás hosszas előkészítését követően 2019-ben jelentek meg a kivitelezők, és 4 nagyon kemény év kezdődött. Tudjuk, hogy még egy egyszerű ház felújítása is mennyi váratlan akadállyal, újonnan felmerülő problémával jár. Hát még egy ilyen hatalmas, számtalan szakmai titkot és kihívást magába rejlő műemlékvédett épület. A kivitelezőnek úgy kellett dolgoznia, hogy miközben laktuk a házat, a mester és a lakó toleranciájára és megértésére nevelődtünk folyamatosan. Kellett, hiszen mintegy 100 különböző vállalkozás, csúcsidőben pedig 150 munkás tevékenykedett, egyszerre óriási terhet és felelősséget róva az építés vezetőkre. Nap mint nap bepillanthattunk egy-egy szakma rejtelmeibe, ahogy a fiatal restaurátorok mini ecsetekkel javítják a 130 éves lapokat, kavarják a színeket a folyosói padlóburkolaton, vagy a mesterek elkészítik a mintafelületeket és modellezik a cserepeket, illetve a homlokzat színét, amit pedig még csak nem is láthattunk, azokat a kutatási munkákat, laboratóriumi vizsgálatokat, amelyeket nem is látunk, hiszen meg kellett ismerni és ki kellett találni, hogy annak idején milyen anyagokkal és milyen szerszámokkal dolgoztak. Legszívesebben név szerint mondanék köszönetet minden egyes itt dolgozó munkatársnak. De név szerint mondanék köszönetet saját munkatársaimnak is, akik porban, zajban, állandó költözések közepette, gyakran összezsúfolódva hozták meg a tőlük elvárt döntéseket és színvonalat.
Így utólag már csak nevetünk kalandjainkon, például amikor délután nem tudtunk ugyanazon az útvonalon hazamenni és távozni, mert addigra befajazták a folyosót, amin reggel megérkeztünk. A Városháza mindig egy település ikonikus eleme. Kis túlzással a története, stílusa, állapota elmeséli egy közösség történetét. Bemutatja, hogy milyen fából faragták a helyben élőket. A kecskeméti Városháza tökéletesen leírja a mi történetünket. Azt, hogy honnan indult Kecskemét, min ment keresztül, micsoda harcokat vívott, és most hol tart, mire képes, és milyen pályát futhat be, és be is fog futni. Itt mindig nagy álmok, komoly tervek születtek. Ez a ház a korát megelőzve kijelölte ennek a falusias mezővárosnak az útját. Egy modern város. Ez a jövőkép félkész állapotában is magasodott és inspirált folyamatosan. Évszázadokon keresztül, amikor ránéztünk, erőt merítettünk, hogy fel tudjunk állni természeti katasztrófákból, gazdasági válságból és háborúból. 2006 után pedig, amikor nagyon mélyen voltunk, hitet adott nekünk. Éreztük, tudtuk, hogy többek vagyunk, mint amire az akkori kudarcos politika kárhoztatott bennünket. Ezt akkor értettem meg először, amikor egy külföldi vendégdelegáció, nevezetesen a Mercedes delegációja először a Városházára látogatott. És befektetői döntésüknél komoly tényező volt az, hogy ez a város, hogy ennek a városnak és ennek a közösségnek egy ilyen épülete és egy ilyen palotája van, akkor mit is tud ez a város? És mindeközben túléltünk egy gazdasági világválságot, világjárványt, de igényünk a fejlődésre, a szépre, a munka tiszteletére töretlen maradt. Hitünk folyamatosan megerősített bennünket, hiszen ha körbenézünk a főtéren, különböző vallási felekezetek képviselőin keresztül érezhetjük az isteni gondviselést. Itt vagyunk, megérkeztünk, épségben, egészségben és azzal a büszke érzéssel, hogy egy város történelmét sikerült úgy továbbírnunk, ahogyan azt eleink megálmodták és ránk hagyományozták. Kecskemét megérkezett oda, ahol mindig is a helye volt, egy modern, sikeres, családias, élhető város, amely kicsik és nagyok, fiatalok és idősek szeretett otthona. A város, amely nem csak termel a jelennek, hanem gondolva, tervezve készíti elő a jövőt. A város, amely minden körülmények között biztonságot nyújt családoknak, vállalkozásoknak, mindenkinek, aki a javát akarja. A város, amelyet egy lehetetlent nem ismerő közösség él. Mi vagyunk Kecskemét, számunkra nincs lehetetlen, ahogyan ezt Városházánk szimbolizálja. Hálás szívvel köszönöm ebben mindenkinek a támogatást, és a jelmondatunkat nem szabad elfelejteni, sem magasság, sem mélység nem rettent.